a kutatások folyamán rájöttünk, hogy valójában ezt a Limán négy városrész szélén is történtek ilyen események. A koalíciós szerződésünk alapján, amelyet a Vajdasági Magyar Szövetség városi szervezete és a Haladó Párt városi szervezete között született egyezményben, megfogalmazódik az a kérésünk is, hogy az 1944-es, 45-ös ártatlan áldozatok emlékére szeretnénk egy emlékművet állítani Újvidéken.